Tudjátok, mi következik most, emberek? Szenvedés! Kinkeserves szenvedés! Ugyanis a mai pálya nem más, mint egy Unfurl map. Nikolte Pro-tól többen is ajánlottátok már nekem ezt az Unfurl 3 nevezetű csodálatos, lenyűgöző, fogalmam sincs, hogy milyen pályát. Hát úgy gondoltam, hogy eljött az idő, hogy megnézzük. De még mielőtt belevágnánk, tudjátok meg, hogy megjelent a vadonatúj könyvem, a varázsló könyve. Hogyha te is szeretnéd beszerezni magadnak, akkor lesz meg a leírás, ugyanis ott megtalálod a linket, ahol beszerezhetsz magadnak ezt a jó kis olvasmányt. Most pedig lendüljünk bele Nico a professzionális pro pályájába. Azt mondja, hogy itt a channelje, a YouTube channelje. Hát mi ezt ismerjük. Legalábbis én már kívülről fújom. Mentsük meg a fákat. Mentsük meg a fákat. Na, hát ez egy környezetvédő, természetvédő, favédős Unfurl pálya lesz. Milyen nemes ez a cél? Milyen nemes? Itt van egy olyan, hogy open chest. Itt van egy olyan... Akkor inkább szembe megyünk, mit szólátok hozzá. Van egy szeplingecske. Oké, a szepling megvan. Azt gondolom el kell ültetni. Oh no! Elültettem a fát! És az miért baj? Az miért volt baj, hogy én elültettem? Oké. Mert lehet, hogy ilyen élettelen a talaj? Megnézzük ezt? Aha. Ezzel először meg kell tisztítani. Aha. What? Miért tűnt el onnan a fa? Halló? Jó, oké, akkor rakjuk össze a képet. Először, elsőnek felvesszük a fát. Nagyon jó, másodiknak kivesszük ezt, és lekapáljuk a földet. Harmadiknak elültetjük. Ez az baj! Elültettem a fát! Ez mi? Skip dialógus. Jaj, hogy megy a dialógus. Ó, azt mondja, hogy rá kell dobnom ezt a saplingre. Hos, milyen szép fa lett belőle! Egy darab blokk az alja megnőtt tovább. Hát ez nagyon szép és lenyűgöző. Oké, és akkor most kell kitalálni, hogy merre megyünk? Az ott egy trap chest. Hát ez elment. Oké, nem szóltam. Oké, itt egy bone meal. Bone meal az mindig kell, nem? Hoppá, ki is nőtt? Ó, oh, tovább nőtt ez a fa. Oké, van itt még egy kis bone meal. Hát ez már egy kis csuda fa! Hát Nico, nézd meg, milyen szép fát növeltem! Valószínűleg elrontottam. Nem tudok kiugrani? Hát persze, hogy nem tudok kiugrani. Valószínűleg... itt még van egy kis Aha, tovább, oké, kezdjük a legelején. Fa, kapa, kapálás, faültetés, és aztán vödörvizezés. Nagyon jó, menjünk a cuccokért. Itt volt egy, ha jól tudom, rendben, rá is dobjuk. Gyönyörű, nőtt a fa. Aztán itt van még egy, ezt is rádobjuk. Nőtt a fa. Itt van még egy, ezt is rádobjuk. Miért haltam most meg? Oké, akkor újra fa, kapa, kapálunk, ültetünk, dialógust váltunk. Rádobjuk, megyünk a bone mealekért, rádobjuk, megyünk a másik bone mealért, rádobjuk, megyünk a másik bone mealért. Na várjál, mert itt volt valami. Ne! Ezt nem szabad rádobni, ez veszélyes! Ez nagyon veszélyes, akkor tudjátok. Fa, kapálás, ültetés, dialógus skippelés, öntözés, bonmélezés, mi a fene? Bonmélezés. Ezt a bonmélt, ez nagyon veszélyes bonmél. Én ezt nem merem csak úgy. Ezt, hogyha rádobom, meghalok. Azon gondolkoztam, hogy mi van akkor, hogyha az nem jó, amilyen sorrendben rádobálom. Tehát ez... Oké. Most dobom rá, aha, és akkor most dobom rá ezt. Az iskoládat már! Srácok, megoldottam! Megoldottam! Csak arrébb kellett menni, mert itt leszakadt a cucca. Itt megnyílt közben ez a dolog. Ott egy chest, Rendben. Oké, könyörgöm, csak ne jöjj meg. Most már legalább tudom mi. Prefixer. Oké, akkor ezzel meg tudom fixálni. Ugye? Ó, és megfixáltam. Van valami benne. Van valami, ami... Pontosan, az a lényeg, hogy az valahogy nem illik oda. Mi történt? Most elrontottam? We need to fix it quickly. Oké, gyorsan meg kell fixálnom, hát az egész fal ilyen csúnya lett. És most ilyen sötétben kell tovább élnem? Hello. Hello, van valahol? Aha, itt is van. Aha, itt, kövessem? Kövessem, az jó, hogyha követem? Nem látok többet, hol van? Van még valahol? Itt láttam, jó, itt is láttam. Érdekes, aha, megvan, oké. Okay. Totality not, jó, oké. Okay. És ez most itt megy le? A lift zenére? Oké, okay. Haladunk! Már jóval előrébb jutottunk, mint a múltkor. De hogyha most innen meghalunk, és az egészet a legelejéről kell kezdeni, hát akkor én ki leszek? Welcome to my evil lair! Nekem nem kell a dialógus.
Huha. Felkeltem az ágyban. Na, srácok, reggel van, jó napot kívánok. Ott egy chest. Aha, itt van egy ilyen cucc, meg itt ez a sapling. Mi történt? Oké. Jaj, így közben megy a dialógus. Na mindegy, én addig kiásom itt a dolgokat, jó? Hogyha nem maragszatok. Akkor én ezeket itt kiszedem. Csak hogy biztosra menjek. És akkor gondolom, oda át kell ültetni? Vagy nem ez kellett? Vagy fel kell öltözni? Mondjuk narancssárga, az az egyik kedvenc színem. Az narancssárga? Mert, Hello? Kell az a sapling? A sapling szabadított ki? Nem mondod... Milyen nagy ez az ajtó, te? Oh my god! Jaj, ne, hol vagyok? Oké. Vagy mégsem? Mit kell csinálni? Várjál, ott van valami, felfele nyíl. Aha, felfele nyíl, de hogy menjek fel? Click to see. Oké, várjál, valamire. Írásra kell rákattintani? Vagy nem? Hogy erre kellett volna rákattintani, értem most már. Aha, és akkor itt fönt jelezte. Wooden shovel. Mi? De ez nem is shovel. Ó, hogy azt a... Oké, srácok, összerakja a kis zsidapka a fejébe a dolgokat, ott látok valamit. Valószínűleg, hogy oda kell kimenni. És ezzel mit tudok? Nincs ráírva. Aj, Nikó mindig olyan ravasz. Finish them up. Várjál, még azért ne bízzuk el magunkat. Finish them up. Kérdőjel. Aha, itt vagyunk újra. Nem kellenek a dialógusok. Kar. Azt az áldóját teki, hát itt jön a láva. Jaj, úristen, mi ez? Láva ran is egyben, vagy mi a fene? Jaj, hát ez engem el fog kapni. Nem, hát ezt nem tudtam megcsinálni. Bocsánat, remélem, ugye, úristen, ugye nem a legesleg elejétől. Édes jó istenem! Azt a kutya meg a hét szentsége neki! Azt a kutya meg a hét szentsége neki! Ezt végig szenvedni megint. Nagy ajtó! És nem kellenek a dialógusok. Oké, végre eljutottunk. Végre eljutottunk oda, ahol tartottunk. De azt a lávás részt, az a gond, hogy azt elképzelni nem tudom, hogy fogom én megcsinálni. Oké. Elképzelni. Oké, fú. Na akkor rajt. Oké. Gyerünk, gyorsan, nem olyan nehéz parkour ez. Nem olyan nehéz. Nem akarom újra kezdeni az egészet! Úristen, ne! Ilyen ugrásokat kell itt használni! De mondjak komolyan! Nem bírom! Jön a láva és nem tudom megcsinálni! Oké. Egy kis pihi, jó? Bocsánat, egy kis pihi kell! Bocsánat, innom kellett egy pohár vizet. Itt vagyunk. Hello? Lejöjjek, biztos? Nem fogok meghalni, ugye? Oké, valami történik. Click to speedrun? Biztos, hogy nem. Én nem fogok speedrunolni semmit. Ez már most elfelejteti. Én ezt a pályát nem fogom speedrunolni. What? És megmentettem mi? LOL, ez nagyon menő meg van csinálva. Azt az eget neki. Hát én ilyet még nem is láttam. Azt a videót. Ja, és így kell megmenteni a természetet. Amúgy már kijátszottuk a pályát. Nem is volt olyan nehéz, mint azt elsőre gondoltam. De ez nagyon menő. És az íjammal, a csoda íjjal végig lőhetek bármit. Hát ez annyira jó elem. Ilyet miért nem csinálnak amúgy gyakrabban ilyeneket? Aj, nagyon jó. Minden zöldé lehet varázsolni. Tudj. És nézzek, ahogy csak jár, mondjuk ott az érdekes, hogy az hogy került az oda. Aha, mindenhol föld lesz. Gondolom ott van a barrier vagy valami. Na mindegy, de ez az elem itt a végén, hát ez kifejezetten menő. Jó, hát meg volt azért a lényege. A természetvédelem azért
erőszerepet játszott benne. Ez nagyon menő. És nem bírok betenni, olyan satisfying érzés. Ez volt a jutalom, srácok. Védjétek a természetet, srácok. És köszönöm szépen, hogy megnéztétek ezt a videót. Ne felejtsétek el, hogy a leírásban meglelitek az újdonsült könyvemet. És a menő zsidomos cuccokat is be tudjátok szerezni ott. Hogyha tetszett nektek ez a pálya, akkor dobjatok rá egy lájkot és iratkozzatok föl. Na meg nyomjátok be a csengőt. Köszönjük, hogy itt voltatok. Hello, sziasztok!